A 2014-ben bevezetett GYED Extra lehetővé tette, hogy munka mellett is kapjanak családtámogatást a kisgyermekes családok. Ezt eddig a gyerek egy éves korától lehetett igényelni, 2016. január 1-től azonban már a gyermek fél éves korától jár a családoknak, olvasható a kormány.hu-n. Novák államtitkár asszony jelentettük be, illetve hát miután a családtámogatási rendszer, ez a családpolitika államtitkárság felügyelete alá, koordinációra tartozik, ezt ő jelentette be. Ez egy fontos eleme volt szintén a mostani rendelkezéseknek, a mostani bejelentéseknek. Ez a bővítés és ez a kiterjesztés, a harmadik hatos eleme pedig a napközbeni gyermekellátásnak a differenciálása volt. A kormány jövőre már az iskolai szünetekben is biztosítja az étkezést a rászorulók részére, erről Cibere Károly tájékoztatta szerkesztőségünket. Ezen túl a gyermekekkel foglalkozó bölcsődei diplomás nevelők bére is jelentősen változhat. Egy másik fontos döntése volt a kormánynak, hogy a kisgyermekek napközbeni ellátásában, tehát a bölcsődében dolgozó diplomás kisgyermeknevelőket beemelte a pedagógus életpályába, illetve erre teszünk most javaslatot. Ez azt jelenti, hogy 2016. január 1-től a bölcsődei kisgyermeknevelők is a pedagógus életpálya részévé válnak, ezáltal magasabb fizetés fogja megilletni őket. Ez adott esetben egy bölcsődei kisgyermeknevelő esetében 40-60 ezer forintos többletjövedelmet is jelenthet havonta. A kisgyerekes szülőkön és családokon túl az idős emberek életszínvonalának emelése is fontos kérdés, jelentette ki a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, majd azt is hozzátette, az anyagi biztonság érdekében az elmúlt években infláció felett emelkedtek a nyugdíjak. A nyugdíjból szerzett jövedelem a legfontosabb tényező a Magyarországon az idősek jövedelmi biztonságának és anyagi biztonságának. Ebben sikerült előre lépni, miután a nyugdíjak minden évben infláció felett emelkedtek. A kutatási adatok, a KSH legutóbbi adatai azt mutatták, hogy például a szegénység megelőzésében is fontos a nyugdíj szerepe, hiszen az átlagos országos szegénységi rátának a harmada 4,5% között van az idősek között az a jövedelmi szegénységi ráta. Ez is azt mutatja, hogy a nyugdíjrendszer eredményesen akadályozza meg az időskori elszegényezést, és az időskori jövedelmi biztonságot garantálja. Emellett a jövedelmi garancia mellett fontos a szolgáltatási garancia is, hiszen az időseknek nem csak az a problémájuk, hogy esetleg nem tudnak jövedelemtermelő munkát végezni, és ezért nincs elég jövedelmük, hanem az is, hogy mondjuk a gondozási, ápolási nehézségeik vannak. A szociális biztonság mellett egy általános biztonságot is meg kell teremteni az idős korosztály számára, válaszolt a kérdésünkre Cibere Károly. Ennek megvalósításáért a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szeretnék bevezetni minél több, főleg egyedül és falvakban élő idős ember háztartásában. Ezzel a szolgáltatással a nap 24 órájában tudnak segélyhívást indítani a diszpécser központok felé. Jelenleg 21 ezer készülék működik országszerte. A KSH adatai szerint azonban a magyar lakosság több mint 16%-a 65 év feletti. A következő hónapokban azon dolgoznak a szakemberek, hogy 2017-re széles körben elérhető legyen a készülék.